Szeretettel köszöntök mindenkit, én Göblös Péter vagyok, ez pedig egy Korzó blog. A mai videómban egy érdekes szerkezetet szeretnék bemutatni, amit most újultam. Aki megnézte az előző videót, az már láthatta, hogy milyen felvétele van ennek a kamerának. Ez egy DJI Osmo Pocket kamera, ezt kimondottan azért vettem, hogy vlogokat tudjak vele készíteni. 4K-s videót lehet vele készíteni 60 frame per szekundummal, amit szintén tud a GoPro is. Annyi, hogy 2,7K-ba már tud 120 frame-et is a GoPro. Ugye ez nem tud, annyi, hogy Full HD-be készít 120 frame-eset, a GoPro 240 frame per szekundumot. Ami az érdekesség ennek a kis szerkentyűnek, hogy mechanikus stabilizátor van rajta, míg a GoPro-nak ugye digitális stabilizátora van, ami meglepően jól működik. Kibontom, megnézzük, és ki fogjuk próbálni. És hát itt található maga a kis kamera. Van egy pánt, illetve egy USB-C-s csatlakozó, okostelefon adapter. Nagyon szép kis tokba érkezik a kamera. Ez nagyszerű, mert ezt legalább nem kell venni, meg hát biztonságban van így a lencse is. A lencsére leveszük ezt a kis védőfóliát. Majd veszük ezt a védőfóliát is. Ó, ez a legjobb része. Fő is kapcsolat. Aktiválni kell és frissíteni kell a szoftverjét, úgyhogy ezt fogjuk megtenni. Ennek a helyére tudjuk berakni a USB-C csatlakozót. Hogy fordítva kell ezt tartani. Nem jó a csatlakozás. Akkor viszont bajba vagyunk. Kicsit ugrottunk az időbe, pontosan 2 hetet. Nem gondoltam volna, hogy azért ilyen problémák fognak majd lenni ez a kis kamerával, ugyanis ahogy az előző felvételben láthattuk, hát nem tudtam aktiválni a DJI Osmo Pocketet. Ennek az volt az oka, hogy hát én nem igazán voltam tisztában azzal, hogy milyen USB bemenetek vannak, és én meg voltam győződve, hogy az én telefonom USB-C-s. Kiderült, hogy nem USB minis, úgyhogy gyorsan felszaladtam a géphez, és a Facebookon segítséget kértem, ismerősökről nagyon gyorsan jelentkeztek, ezúttal is szeretném köszönni a felajánlásokat, és Jubanics Ádám jött el hozzám, el is hozta, olyan rendes volt, elhozta a telefonját, föl is telepítettük a DJI Mimo nevű programot, és mindjárt aktiválni is tudtuk a szerkezetet. Volt lehetőségem az a 2 hét alatt kipróbálni, nagyon sok eseményre elvittem, és azt kell mondanom, hogy egy nagyon hasznos kis kamera. Pillanatok alatt, amikor történés van, előbírjuk kapni, ugye az előző videóban az iskoláról készítettem fölvételeket, és hát szaladtak be a gyerekek, hogy egeret találtak a tanterembe, és a tanítónéni ezt megfogta egy tejfölös dobozzal. Így az első lépésem az volt, hogy fogtam a kamerát, és videóztam. Úgyhogy tényleg praktikus, mert mindjárt elő lehet kapni, és lehet használni. Szép, stabil képeket lehet vele készíteni. Egyenlőre nem volt alkalma a 4K-s felvételt kipróbálni, ugyanis még nem szántam rá magam, hogy megvegyem ebbe a megfelelő mini SD kártyát. Ebbe egy U1-es SD kártya van, de sokszor jelzi a kamera, hogy nagyon lassú az írás,
De egyébként a fölvételen nem vettem észre semmit, hogy, nem tudom én, belassulna vagy dobná a frémeket. Tehát szépen fölvette, amit kellett, csak értesített, hogy ez a kártya, ez nem ebbe a kamerába való. A kis kameránál két, mondhatni, hogy apróbb problémával találkoztam. Az egyik, amikor selfie módra állítom és követi az arcomat, akkor ez a egy karnyi távolság, úgy érzem, hogy nem mindig elég. Tehát azt vettem észre, majd mindjárt a felvételen is látszik, hogy nem mindjárt találja meg a fókuszt, tehát elég sokáig az arc az nem éles, viszont a háttért azt élesen tartja, és el kell múlni egy kis időnek, miután megtalálja az arcomat, és ki is élesíti. A másik dolog, hogy ugye itt található ez a USB-C-s adapter, amivel majd a telefon tudjuk hozzá csatlakoztatni, és az jó meg van oldva, hogy ezt itt visszafordítva is fel lehet rakni a kamerára, viszont attól, hogy ez a kiegészítő itt fönt van, az alulról föltolás nem olyan egyszerű. Tehát általában másodikra sikerül feltolnom a képernyőt, ugyanis itt lehet ugye beállítani azt, hogy selfie módba állítsa a kamerát, illetve azt is itt tudjuk beállítani, hogy kövessen bennünket, vagy éppen fixen tartsa a kamera fejét. Tehát ez egy viszonylag fontos funkció lenne. Illetve ezt a kameraforgatási funkciót lehet, hogy én nem találtam még meg, van erre megoldást, ezt én kiraktam volna egy nyomógombra, mert ezt elég gyakran használja az ember, és egy kicsit körülményes az, hogy mindig belekölt, tehát itt is most másodjára sikerült belépnem, be kell lépnem ide a menübe, és csak itt tudom elvégezni. Tehát ezt, hogyha jön a következő verzió, ezt érdemes lenne kirakni ide. Az üzemidejéről szeretném még azt elmondani, hogy nem cserélhető akkumulátor van benne. Ennek megfelelően körülbelül 2 órányi videót tud rögzíteni. Úgyhogy én úgy érzem, hogy egy 64 gigás SD kártyánál nincs is szükség nagyobbra, ugyanis jelen esetben most egy 32-es van benne, 52-3-4 percet tudok vele felvenni Full HD-ben. Ha 4K-ba akarom, akkor 10 perccel rövidebb, tehát olyan 40 perc, úgyhogy egy 64 gigás kártyára körülbelül 80 percnyi 4K-s felvétel fér fel. A kis kamerán 2 mikrofon található, ezzel az a probléma, hogy az egyik a hátoldalán van, amit nagyon könnyű befogni, illetve az alján is található egy, talán szerencsésebb lett volna, hogyha az egyik mikrofont a másik oldalára, vagy épp a tetejére teszik a kamerának. Készítettem néhány felvételt, ezeket lehet most megtekinteni, hogy milyen a hangja egy előadáson, illetve a kocsiba. Én a Nescafét már nem is bírom meginni. Nekem nem esik jó. Úgy megiszom, ha nagyon muszáj. Megiszom, ha nagyon muszáj, de ha engem valaki meghív kávéra. Hello? Hello? Csókolom. Reméljük, hogy be fog férni az asztalhoz. Akkor miről volt szó? Meghívnak kávéra. Akkor csak török kávé. Török. Turkis kaffa, aminek van az alján ilyen zac. Az egyik cimborám megkérdezte, hogy ennek a kávénak mi van az alján homó? Túlságosan hozzáboltok az eszpresszóhoz, addig kérem szépen. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem találkozunk legközelebb is, addig is iratkozzatok fel, és szép napot kívánok. Sziasztok!